nagyon szép a története. Pontosan ezért az időben az Indigo rajzkurzusa volt, és ugye meg voltak adva a témák, hogy mire kell rajzolni, és a egyik rajzomban kerestem egy formát, ami, vagy egyik rajzomhoz szükséges volt egy forma, ami nem akartam, hogy annyira szabályos legyen, mint egy kör, akár még egy rosszul rajzolt krumpli kör is túl szabályos volt, és nem akartam, hogy annyira szabálytalan legyen, mint még egy amőba, és kerestem a kettő között valamit, és az lett a vessző, és rettenetesen megörültem, mert ugye a vessző rögtön megtükrözhető, és az már, ha úgy tetszik, jelent valamit. Maga a vessző, mint képi elem, nekem mindig a lyukat jelenti, azt a fajta, megint csak ezt a szót kell használni, kognitív lyukat, amit például a műszaki rajzokon szoktak alkalmazni, amikor nem akarnak egy újabb rajzot készíteni, hanem egy falat, vagy egy gép részletet áttörnek, nyilván ott, ahol érdemes, és akkor egy rajzon belül meg lehet mutatni, hogy mi van mögötte. És nyilván ez úgy van rajzol, hogy aki olvassa ezt a rajzot, az érti, hogy miről van szó. Picit az, ahogy a klasszikus metszeten kidugja a fejét az illető a szférákon, és kinéz. Tehát ez a vessző, ez nekem mindig az, amikor valami mögébe lehet látni, azt látni, hogy mi van a dolog mögött. Tehát olyan, mintha most így kézedben fölhasítanám még a valóságnak ezt a felületét, amit most jelen vagyunk, és akkor látnánk valami mást, egy ilyen kis ablakon, hogy mi megy e mögött. Tehát mondjuk vizualizálnánk, hogy mik azok a opciók, lehetőségek, amik éppen nem történtek meg, mondjuk. És a kettő mélyén ugye ott van a szimbolikus, az végtelen kicsi és végtelen nagy tömegű pont, és annak a másik oldalán van egy fehér lyuk, ami viszont köpi kifele az anyagot. Tehát ez nagyon valószínű, és ez úgy tűnik, hogy így is van, csak az, ahol köpi ki, az már egy úgynevezett féregjárattal, kukacjukkal van összekötve, tehát a téridő kontinuumból egy ilyen kukacjuk által elvileg ki lehet lépni, gondolja az elméleti fizika, nyilván ezt nagyon nehéz pillanatilag bizonyítani. Ez engem rettetesen érdekel, foglalkoztam. Most hadd kérdezzek valamit, hogy a papád és mamád is festő volt, hogy az hogyan, tehát csupa tudományos elmélet, fogalom, ábra, tehát mindenféleképpen valami nagyon-nagyon, tehát egy ilyen álexaktum jelenik meg minden műveden, hogy ez, de eleve az, hogy már szobrászatra mentél, az is egy kitérés a festői lét elől, de az nem is annyira, mint ez a nagyon, tehát ez honnan jött, az Erdélyi klóstor, vagy pedig más? Érdekel mindig a spekulálás, a gondolkodás, és ezt valahogy a iskolában is jól működött, és nyilván megerősített az Erdélynek az interdisziplinális szemlélete, amit ugye működésben lehetett látni, tehát nem csak arról szól, aki azt mondja, hogy mennyire klassz, hogy interdisziplinálisan gondolkodik valaki, hanem hogy ott lehetett látni, hogy egy akár egy esetleges gondolatot a különböző disziplinákból, irányából érkező megközelítés, hogy tud így pofozgatni, és hogy lesz belőle mondjuk egy értelmes, komplett dolog. A családilag a festészet nem befolyásolt, mert azt, hogy nagyon szimpának éreztem volna, és nem is volt ilyen, nem tudom én, kötődésem. Ami sokkal inkább az, hát nyilván az egyfajta ilyen belső szabadságra épülő életmód, illetve az, hogy nagyon sok művészpályát láthattam. Ez sokkal inkább hatott rám. Tehát valahogy sokkal többet tudtam arról, milyen művésznek lenni, mint azok, akik mondjuk velem együtt, vagy nem tudom, más háttérből jöttek. Tehát, hogy milyen mondjuk idősebb művésznek, vagy nem elismert művésznek, vagy közepes művésznek, vagy nem tudom én, minek lenni, és ez azért segített abban, hogy jelent, hogyan lássam múltként.
Igen, de pont ez a jelen múltként látása, vagy a igen, vagy a jelen jövőként látása, az meg egy másik interjúban is mondtad, hogy igaziból a művésznek az a dolga, hogy azokat a zavaró dolgokat, az érthetetlen dolgokat, a kényelmetlen dolgokat, a gondolkodásba éppen be nem illeszthető dolgokat szedje össze. Emiatt ezek is ilyen kényelmetlen dolgoknak számítottak akkor, tehát maga ez az egész tudományos világ, a jelek, az ábrák, az elméletek. Bizonyos értelemben igen, tehát azon gondolkodtam, hogy lehet olyasmit csinálni, ami minden mástól, ami ott van, vagy ami mellette van, attól eltér, mert hogy azt megjegyzik. Tehát azon gondolkodom, ami az marad meg bennem, amit nem tudok hova rakni. És hogyan lehet megcsinálni egy ilyen helyzetben, mint a képzőművészet, ugye, ahol elvileg bármit meg lehet csinálni, hiszen azért mennek az emberek kiállítást nézni, hogy végre lássanak olyasmit, amit még nem láttak soha korábban. Tehát ez egy elég trükkös helyzet, mert azért kiderül, hogy persze, hogy vannak elvárások, persze, hogy létezik ilyesmi, hogy korhűség, tehát hogy érzed a művön a keletkezésének a korát, vagy idejét. És engem egyszerűen ez foglalkoz, mániákosan ez foglalkoztatott, hogy ha egyszerűbb ezt elmagyarázni egy Szentgyuri Tamás idézettel, valami hasonló kijelentést tett, hogy a Waterloo-i csatatéren ott volt egy Yamaha motorbicikli. Csak senki nem vette észre. Mert hogy nincs az az analógia, amivel hozzá lehetett kötni. Tehát, hogyha mondjuk itt lenne olyasmi előttünk, amit semmilyen módon nem tudnánk egy ilyen referenciakörbe vonni, akkor ezt nem látnánk meg. Ez egy, igazából egy tudományos, hogy mondjam, realitás. És ezek nagyon inspirálók, mert azt jelzik, hogy az egésznek van egy ilyen, pont így egy ilyen költői háttere, vagy nem tudom én, amit szabad és lehet spekulálni, és tulajdonképpen ilyen lehetőségekkel is. Jöjjünk át ide erre a terembe. Ahogy hirtelt ebben szívéről. Ez nagyon jó, mert János most nem említette, de hogy ez az installáció, amit itt láthatunk, hogy ez a kaligráfia háttere címet viseli, és hogyha ezt a művet közelebbről megnézzük, akkor nagyon jól látható, hogy ami a térben kifejeződik, ezek a kurvák, ezek mennyire visszajönnek mondjuk így a papírlapon, és mondjuk ez a mediális, nem tudom, nagy skálán mozgó használat, amit a János művészetében felfedezhetünk, ez nagyon jól átjön szerintem ebben a két műben, mert hogy mondjuk a Sugár János mindenkinek, vagy általában ugye a Wash Your Dirty Money című munkája ugrik be, de hogy ezek a munkák, ezek egy ilyen nagy vitát képeztek, vagy nem is egy nagy vitát, de hogy én vitatkoztam ezzel a Jánossal, mert én a címben ez a sokszorosító grafika, ez számomra nem feltétlenül tükrözi azt, hogyha a műveket, mert ez nekem sokkal inkább festészet. Tehát lehet, hogy technikailag itt a technikai használatok miatt mondhatjuk azt, hogy sokszorosító grafikák, de ezek a művek számomra inkább festőibbek, mint mondjuk grafikusak. És most amiről eddig a Tünde meg a János beszélt, hogy a meg nem értés és a megértés, hogy mennyire érdekes ez, amit a János mondott, hogy most például 89-ben vagyunk, hogy haladunk visszafelé, az időben haladunk majd visszafelé, mert hogy mellettünk lévő térben lesz egy 88-as sorozat, és utána 81-86, de hogy azt is érdekes látni, hogy mondjuk a 89-es művek, vagy mondjuk a legfiatalabb művek, vagy a legközelebbi művek ide, azok már non-figuratívak, és a legelső művek ott valamilyen lírai, vagy narratív háttérrel rendelkeznek. Úgyhogy ez is érdekes, hogy mondjuk lehet, hogy a János szempontjából a művészeti fejlődés az folyamatos volt, mert hogy ő viszont így a művészetében afelé haladt, hogy minél kevésbé érthető legyen, mint hogy az ábrázolás szempontjából. Nem ennyire egyszerű. Nem ennyire egyszerű, csak vizuálisan ugye ez látható ezek alapján, amiket mondjuk mondott most a János.
de hogy a néző számára fontos az, hogy a meg nem értéstől eljusson a megértésig, akkor most a János szempontjából az a fontos, hogy mondjuk az érthetőt mondjuk lefordítani, vagy mondjuk az érthetetlent mondjuk vizualizálni, tehát hogy szerintem ez egy ilyen fontos. Hát ugye általában azon ilyen meg ezek hasonló ilyen esetekben, tehát nem azzal, tehát hogy lehet értetetlen csinálni. Úgy, hogy legyen egy szempont, amiből az teljesen, hogy mondjam, precíz. És onnantól kezdve, hogy mi az az egy szempont, az alkotón kívül senki más nem érdekel, mert ugye műtárgy, és akkor pontosan ez a fajta befejezettség egy ilyen jelentésrobbanást hoz létre, ami azt jelenti, nagyon sok más szempontból értelmesen meg lehet közelíteni. Mert elhiteti magáról, hogy elvileg van benne valami. És természetesen van benne valami, de nem az az érdekes, hogy én ezt pontosan hogy gondoltam. Egyébként a minus pátosz nagyon sok esetben kulcsot ad ezekhez. Tehát, hogy azért mondom, ez egy összetettebb modell, tehát nem csak arról szól, hogy most csináljunk valami, és nem ért senki, mert nagyon sokféleképpen lehet nem érteni dolgokat, úgyis az is előfordulhat, hogy nem értem, de nem is érdekel. De a művészet meg azt csinálja, hogy csinál olyan művészet, amit nem értek, de ugyanakkor vagy felébreszti a lojalitást, hogy lehet, hogy te ezt most nem érted, de tulajdonképpen ezt akár meg is érthetnéd. Vagy értelme lenne, hogy megértsed, vagy stb. És ez egy ilyen nagyon, hogy mondjam, ilyen kettős dolog, tehát nem egy ilyen tiszta ügy, tehát egy ilyen rezgő, mint egy rövid zárlat van ez. Most ebben konkrétan az az érdekes, vagy a számomra az nagyon érdekes, hogy hát itt gondolom mindenki észveszi, hogy valami olyasmi történt itt a litográfiával, amit nem nagyon szoktak megcsinálni, hogy kétszer van nyomva, ráadásul fejjel lefele. Tehát ez egy lap, vagy egy kő, amit egyszer így, és aztán egyszer fejjel lefele nyomtam meg. Ez egyébként látszik az alsó-felső részén, mert a litográfiákon, ezekről a köveken, hogy itt látszik a kő széle alul, ami nagyon fontos, mert ebből látszik, hogy ilyen ritka nagy hővel készül. Ez is egyébként kétszer van nyomva. Tehát ez is meg van fordítva. A tünde kezdte, a naptojás, abból is van kétszer nyomott változat, de ott nem fordította meg a lapot. És pont a kétszer nyomás miatt hihetetlen szépen finoman egy picit elcsúszott, és egy sokkal melegebb ilyen térbeliséget nyújt. Én szerintem azok a legszebb példányok. Most, ha már így a szépségről van szó, akkor tulajdonképpen most már a mostani nézőnek a szeme már rengeteg koncertművön edződött, meg rengeteg 70-es évek és 80-as években művön edződött, de az akkori nézőnek a szemének ez tökéletesen tehát annyira újszerű volt, amennyire azt szintén te szoktad mondani, vagy te mesélted mindig, hogy van az új információnak az a tömege, amit már gyakorlatilag elvész, olyan, mintha nulla lenne, mert hogy már az befogadhatatlan, tehát az új információnak van egy ilyen ideális tömege, ami lehetővé teszi azt, hogy beépüljön, és ne legyen egy ilyen kognitív diszonancia, de minden esetre például ezen a képen, hogyha nem edződött a szemed már a koncepten, meg mindenféle más technikán, de ez szép. Tehát, hogy, és ilyen nagyon rész, tehát nagyon, nagyon finoman, és az anyag meg a technika iránti érdeklődést mutatva kidolgozottak ezek a művek. Hogy miért érdekelt ennyire a sokszorosításnak ennyiféle technikája, és egyáltalán milyen élethelyzetben, és milyen részén voltál éppen a pályádnak, mert ezek időigényes igen. dolgok, és ott látni fogjuk, hogy gyors kultúra van, és nagyon sok minden történt akkor a pályádon, de mégis ezek meg ilyen nagyon... Hát én nagyon, nagyon a dolog elvénébe vág ez a kérdés, mert az egész dolog, ami miatt itt vagyunk, az
az onnan keletkezett, hogy a dr. Beka László 85-ben, nem tudom milyen apropóból, lehet, hogy előtte beszélgettünk egyszer valahol, amikor a grafikai technikákról meghívott, hogy az óráján tartsak előadást a grafikai technikákról. És rá egy évvel később azt mondta, hogy beajánlott a Heidelbergi grafikai biennáléra. És nekem semmilyen grafikai művem nem volt, kivéve az a két gyors kultúra plakát, szerintem azt látta. De ez fantasztikus, mert igazából ez az derül ki, hogy a fiatal művészeket nagyon kevéssel lehet motiválni, és tessék csak megpróbálni motiválni őket, mert ez a lényeg. És akkor született az a rajz, ami ott azon a főcím falon kint van, az a kis, ez ilyen magamnak emlékeztető, mert hát beugrott, hogy ismerem ezeket a technikákat, és tulajdonképpen kialakult rögtön ez a hármas dolog. Most azokra a munkákról beszéljek, dombornyomás, szitanyomat, részkarc. És nagyon örültem, hogy azt a tudást, amit egy ilyen kamaszos pótcselekvés során megszereztem, még a főiskola előtt, tehát a grafika, részkarc, egyebek, ezt itt tudom kamatoztatni. És az egészhez hozzátartozik ugye a helyzet, hogy a Váci grafikai műhelyben tudtam dolgozni, és akkor, és azért ez egy nagyon kellemes közeg volt, nagyon jó szakemberek, és semmilyen olyan skrupulusok nem volt, ami miatt mondjuk az ilyen szokatlanabb dolgok, tehát nem zavart őket, hanem jóba voltunk és segítettek, és jól dolgoztunk. És akkor kapták meg ezt az irodatlan litográf gépet a Honvédségtől, aki térképnyomtatásra használta. És hát ezt lehet tudni, aki tudja, az tudja, hogy egy 70-100-as kő az kb. Olyan, mint egy Bentley. Ritkaságban, vagy súlyban. Igen, mert nincs az a kő, tehát nincs az a típusú kő, már nem lehet volna. Tehát a kézüzlet egyetemen is kiskövek vannak, meg általában mindent kiskövek vannak, és ez 70-100-as. Ha itt megnézi mindenki a kő alját, egy több 70%-os kő, mert ott egy törés van, lehet látni arról, ez egy másik, ami nincs törés. És egyszerűen úgy érzem, hogy ezt nem tudom kihagyni, ezt a dolgot. És megtanultam valamennyire a litográfia technikát, nyilván az ő segítségükkel, és akkor születtek ezek. Tehát ez már a válaszom az, hogy itt már kezdett a dolog önjáróvá válni, míg ott nagyon tiszta volt a koncepció, három, és itt már, meg ami nagyon fontos, hogy tényleg szép, én is szépnek látom, ugyanakkor az esztétikumot teljesen egy kiszámíthatatlan, úgynevezett automatikus esztétikum, hiszen ha valaki egy litókövet ezen a módszerrel mit tudom, befest, az azt jelenti, hogy néha nem marad meg. Tehát nyilván azért ügyetlenség is, tehát nem lehet egy folyamatos, egybefüggő, finom felületet csinálni, csak hogyha teliben nyomják a követ. Nem lehet egy ilyen gazdag. Tehát teljesen véletlenül jön létre egy ilyen felület. Itt is elvileg igazából egy picit szürkébbre szerettem volna. Tehát ott látszik az eredeti nyomat, én ott a szürkébbnek szerettem volna, és ez jött ki belőle. És az is szép lett, és ez is az. Úgyhogy ez nekem különösen azért kedves, mert ez megint egy lépcsőfokkal tovább vissza van, hogy mit is gondolunk esztétikusnak, hogy jön az létre. Tehát nem okvetlenül úgy, hogy a művész azt pontosan kitalálja, és ez egy nagyon lényeges elem. A révésznek van egy filmje, a Bepörgés. És itt most ezen a művön, meg ahogy szintén van valami kis betörgés, hogy ez a mű, ez lehet kapcsolatban velük, vagy a korábbi művek? Abszolút, a korábbiak is, meg ez is. Hát a betörgést azt együtt vetítettük a Perzsa sétában 86-ban, tehát egy évvel, két évvel korábban. Tehát az, és hát dolgoztunk együtt, meg jobban voltunk, pont akkor egy filmet is csináltunk közösen, a Pengő című filmet a révésszel, és terveztünk egy másikat, amit csak forgatok, ebben létezik, Húsvéti vadvirág című. Akkor most menjünk át ahhoz a részhez, ahol
ahol ez az egész filmes indítatás, még vannak felismerhető motivumok, meg narratív részek, meg kicsit, hát nem mondom, hogy álomszerű, mert te mondtad, hogy van amelyik kifejezetten, ami álom nyomán született. De például ez a mű, ez azért elég jól passzol az előbb említett Perzsa Séta című filmhez, ahol ugye azért sétáltatok az utcán és néztétek, és mentetek csak abban az akkori utcaképben, hogy hát nem lehet tudni, hogy miért lesz érdekes, és most valóban azért szerintem az elég érdekes megnézni a Perzsa Sétát most is, hogy melyik épület van meg, igen, mi hogy nézett ki, itt de ez a 2 forintos, az azért elég jó, a telefon. Hát persze, igen. Hát, tehát a Balázs Bélás korszaknál vagyunk itt most. Bőven, és mondom, nagyon pont így a barátságban, a közös munka miatt, meg a performanceik miatt nagyon, nagyon erősen hatott rá, nagyon sokat tanultam abban a dramaturgiai gondolkodásból, ahogy mondjuk a Révesz és a Bőrész dolgozott. És ez az a periódus, vagy ebben a periódusban ezek azok a munkák, amik még talán ott is van egy-kettő, ami konkrétan ezekre utalnak, tehát erre a hatásra utal, mert ez a kettő speciál, ez két ilyen álomkép volt, amit megjegyeztem, de ennek, ez a két forintos a telefonálásnak az eszköze volt, mert 2 forintos a működött a telefon. És a cipőben óra van? A cipőben egy óra van, és egy taxi. És nem a cipő orrában van az óra. Igen. És egy taxi meg egy ferde keresztel. Igen, szóval ez volt az, amikor itt a hátunk mögött levő első sorozat után így elkezdtem ezzel tovább gondolni, mert úgy éreztem, ez a technika jól működik. És nagy örömmel szolgált, hogy ezzel a nagyon eszmegoldású szitázással sikerült frottást átvinni, tehát ez egy falebb, egy rajztábla, az mindegy, szóval ezek mind akaratlan frottások, tehát ezeket észrevettem, hogy amikor csinálom ezeket a negatívokat, akkor ha nem fedőfesteket használok, hanem zsírprétát, akkor az nyilván a alaptelevő felületet visszahozza. Itt ennek az az érdekessége, hogy ez kötődik egy indigós művhöz, ami arra kiállításra készült, ennek az volt a címe a Bercsén klubban, hogy ami személyes és ami szent. És ott az én munkám egy fotográfia volt, ahol két reflektor áll egymásra szemben és világítják egymást, de ráadásul a papírt a nagyítás során megdöntöttem, és így egy trapéz alakú a nagyítás. És itt szintén a két reflektor világítja egymást, és ebből a közös felületből egy csavar lesz, ami a 3T betűbe belecsavarodik. Most a Pétert szeretném megkérdezni, hogy ez tessék egy radikális interpretációját adni, mondjuk ennek a műnek. Tudod, nekem a Jánosnak volt a Istenemre tavalyi kiállítása, és ez nagyon jól mutatja azt, hogy mennyire fűnnek össze ezek a reliefek, vagy az installációk, vagy a performance-ok, és ez a Replay című relief volt. És ez a figura, ez még egy másik installációjában is van, úgyhogy nekem így ez az interpretációm eléggé erre szűkül le, hogy ezeket juttatja eszembe.
De hogy nyilván itt a filmes háttér a Jánosnak az abszolút megjelenik, és ez a figura, ami az eredeti installációban, amikor van a térdeplő és az álló figura, az kartonból van egyébként, hogy ez megcsinálható? Van változat. De hogy ez mindegyiknél, és hogy később is, hogyha átmegyünk oda, ez nagyon-nagyon megerősíti azt a fajta gondolatot szerintem, hogy mennyire van jelen a Jánosnak ez a fajta gondolkodás minden médiumban, hogy olyan, mintha ezek skiccek lennének egy bizonyos későbbi installációhoz, de hogy akkor semmi közük nincsen egymáshoz, mármint hogy nem skiccelje egymásnak, hanem ezek önálló műves. Úgyhogy, most itt tart. Akkor... Bocsánat, meg lehet nézni, itt van valahol egy ilyen félmásod figyelm, ezek vázlatok, itt vannak a vázlatok, ami alapján készültek ezek a munkák. Jó, de most nem akarom, hogy te a piaristákhoz jártál. Most, hogyha én adok egy radikális interpretációt, akkor az én számomra van egy megfeszülés a felvétel és a lejátszás között, és a rek az pedig, mondjuk, oké, hogy nem itt van az Inri, de valahol van. De hogy akkoriban egyáltalán ezek az ilyen művészettörténeti toposzok, vagy maga a vallásosság, az bárhogy megjelenik-e, vagy egyáltalán például, abban, hogy az a gondolkodás egyáltalán így eszedbe jutott, és egyáltalán az valahogy uralomra juthatott, hogy lehetőleg az alkotás az szűküljön az éppen akkor kényelmet. Tehát, hogy mindenféleképpen legyen egy ilyen folyamatos nem megerőszakoló, de mindenféleképpen egy folyamatos törekedés, egy kényelmetlen állapotra, ami azért az én szememben egy kicsit a katolikus életvezetéssel is összefüggésben van. Egy barátomnak az anyukája, aki rendes templomban jár, a katolikus, például nem olvas regényeket, mert azokat annyira élvezi, hogy azt akkor nem lehet. Hogy ennek bármi nyoma, vagy bármilyen összefüggés az egyik attitűd, meg a neveltetés, vagy szóval inkább az oktatás, a képzés között lehet, vagy ez már túl radikális? Egyáltalán nem. Hát egyrészt nagyon sok pénzt olvastam, beszélgetéseket, interjúkat is. És ugye többször kifejtéljük, hogy nincs külön szakrális művészet, hanem minden művészet az. És ezt én nagyon komolyan érzem, ugyanakkor ennek egyfajta ilyen modernista, nem tudom én, nézetéből, hogy tényleg a művész valamiképpen hát mégiscsak vállalja azt, amit csinál, és hogy tulajdonképpen a modern művész, ahogy a Gombrich is írja, azért volt érdekes a kuratársadalom számára, mert hogy ezek olyan korrumpálhatatlan figurák, tehát olyan nem fest meg olyat, ami nem a szívéből jön, tehát hiába jön a megrendelő, akkor éhen hal és slussz. Tehát ez nekem inkább ez jön be. A másik, ami engem nagyon elgondolkodhatott most, amikor így összeraktam ezeket, hogy hát azért egy ilyen ember, antropomorf figura, mint az ott is. Tehát ezeknek van egy nagyon erős jelentése. Tehát ugye ismerjük, hogy keressük az emberformákat, azt mint orientálunk, stb. És engem az lett meg, hogy én ezeket úgy kvázi szaknyelven ilyen allaprima csináltam, tehát nem sokat izéltem, hogy most legyen ez a kis micsoda, vagy ne legyen. Általában ki voltam csúszva az időben, mert Vászra le kellett utazni,
előző, nem tudom én, éjszaka csináltam meg a vázlatok alapján, és ebből adódott valami, ebből a sietségből, és tulajdonképpen ezt végre gyors futában ezt hangsúlyozok, hogy hogyha annyira fáradt vagy túlterhelt az ember, hogy nincs ideje már tévedni se. És nem volt egy olyan szándékom, hogy ebből egy ilyen feszület legyen, és nagyon érdekes ez a lábtartás is. De végül is ugyanaz, tehát ez végül is az, és ez a felvételjátszás, ez megint csak egy ilyen korabeli ügy. Fölkértek, ezt megint csak a Beke László, hogy a Hasbeszélő a gondolában című ELTE kiadványokhoz csinálják borítót és illusztrációkat, és hogy akkor jött elő ez a gondola, és a mumia, és a rek, és a play, és hát akkor, hát nyilván itt ugye a kitártkaló figura két kezével van az üres és a teli orsó, és a melle, vagy a mellkasa, vagy a teste az a felvétel, felvételgomb, tehát úgy is tekinthető, hogy megint sem, amit ott a mérrelezőgításról mondtam, hogy szóval ez egy ilyen egyirányba haladó dolog, amiben hát a rekordolunk, följegyzünk, megjegyzünk dolgokat, de végül is ez egyirányba megy. Most akkor mondtad ezt a nagyon állandó sietést és állandó idő problémát, akkor nézzük meg azt, hogy egy gyors kultúra, gyors kultúra és a gyors kettő lakásokat. Ki az a szent? A szent Expeditus, tehát szent Expeditus, csak mondom, hogy az miért volt olyan érdekes, meg egyáltalán ez a miért az a címe annak a beszélgetés sorozatnak, amit a két barátokkal, a Sebő Talánnal és a Gerdóczi Ferivel csináltatok. A gyors kultúra, igen. De a Kossuthban. Két Kossuthban, igen. Hát időrendben a gyors kettő volt előbb, a gyors kultúra később. Két ok miatt kerültek ki, az egyik ebben a szövegben van írva, meg már említettem is, a technika. Tehát itt ismerkedtem meg azzal a szita technikával, amit ott is használtam, amit főleg az underground használt. A Bercsény klubban volt egy kiállításom, az első kiállításom, egy nagyon fontos dolog minden művésznek, az volt, annak volt, adtam ezt a címet, hogy gyors kettő, és ahhoz készült ez a plakát. Ráadásul két funkciós, mert plakátként ugye nagyon nem használtuk, viszont ezen az ürügyön lenyomtattunk 100 példányt belőle, és azok pedig, vagy 150-re, vagy mennyit, és azok pedig a csere megfelelő számának, a harmadik cserének lett a borítója. Tehát ezzel ilyen formában nem lehet találkozni, ez az egyetlen, ami nekem maradt. Az összes többi az egy ilyen A4-es borítóként funkcionál, amiben a filozofikussági szamizdat bele lett kötve. És amikor ezt a gyors kettő kiállítást csináltam, ugye az első kiállítás, amit nem az Indigóval, tehát kvázi kiteszem magam egy hideg és ellenséges külvilág tekintetének, ez egy nagy tűzkeresség minden művész életében. Tehát erre jó a csoport, hogy ezt eltompítja, egy csoporton belül könnyebb bátrabbnak lenni. Egyedül egy picit nehezebb, de hát hogyha az ember megszokja, akkor már az is megy. És hát itt az a pillanat volt, ami a Sebő Talán és a Gerdóczi Ferivel beismerkedésem, ami nagyjából szinte ugyanabban a hónapban történt, és nagyon szoros barátság alakult ki közöttünk. Az a fajta barátság, amikor tényleg kvázi naponta találkozunk, és praktikusan minden szabadidőnket együtt töltjük. Tehát ez egy nagyon intenzív állapot volt, és nagyon sokat segített abban, hogy igazából, hogy mondjam, most te este van, leszarjak minden mást. Tehát nem érdekel. Nem érdekel, hogy ami mások pörögtek, hogy nem tudom én most ilyen kiállításba, vagy olyan kiállításba beválogatják-e, vagy kiszerepel a frissen festvér, vagy stb. Nekem tökéletes erő volt, hogy egy olyan intenzív ilyen trickben vagyunk benne hárman, és ez egy ilyen
jövő, tehát a Gerlucival azért találkoztam, mert ővel írtam meg közösen a perversét, a Cizsufélben. És a talán meg ugye a vártázó halott kémeknek volt a ideológusa, a panfilozófus, két diplomával, TTK és BTK, és hát egy ilyen, nagyon egyszerűen azt mondom, hogy egy ilyen jövőorientált állapot voltunk, és úgy éreztük, hogyha tényleg tudunk valamit, akkor tulajdonképpen a megvalósítás, a kivitelezés az tulajdonképpen teljesen időkérdése. Tehát lehet gyorsan csinálni. Tehát, hogyha abszolút föl van töltve valaki, akkor szinte mindegy, hogy milyen formában kezdik kiokálni magával azt, amit föl van töltve, úgy lesz autentikus, úgy működik, és a gyors kultúra meg kifejezetten erről szólt, előre nem kitalált, vagy lesz, tehát címeket adtunk, de nem volt kitalálva, és hárman, ugyanúgy, mint más helyzetekben, amikor összetálkoztunk, nyilvánosan beszélgettünk. Tehát ez olyan, mint amikor három ilyen beindult jó barát, aki nem tudom én a filozófián, az időutazáson, a science fiction, a jövőn, a művészeten pörög reggeltől estig, és azt mondjuk, hogy most nem otthon fog beszélgetni, vagy nem tudom a terálat, hanem kiülünk a Kossuth Klub színpadára. Ez volt az én elképzelésem. És ez a gyors kultúra. Tehát egy feltöltött pörgésben voltunk benne, én mindenképpen. Jó, de most mutassuk meg, hogy mit mutat az az ábra. Gyere. Ezt mutatja. És ez két punk karkötő, talán mindenkit megajándékozott egy ilyen szegecsált karkötővel. Ez itt a közönség. És abban itt én is ott vagyok. Igen. És hát az érdekes az, hogy ugye ezt az első kiállításomhoz kötöttem, és aztán 4 éven át megcsináltam mindig, hogy rögtön valamiképpen ezt a beszédhelyzetet, amikor egy olyan beszédhelyzet, ami nincs előkészítve, tehát hogy van egyfajta rizikófaktor, hogy az illető be tudja fejezni a mondatot, hogy ki tudja fejteni magát, mert ott a helyszínen gondolkodik. Tehát abban a pillanatban, tehát nem egy bedolgozott szöveget mond vissza, vagy egy témát, amit csukott szemben, vagy állandóan is fölébresztő tudnak, hanem te ott keletkezik valami. És én úgy gondoltam, ma is úgy gondolom, hogy az ilyen állapotoknak van egyfajta aurája, ami nagyon fontos. Szerintem mellékes, hogy miről van szó, csak hogy ez a keletkezésnek, a kimondásnak, a fölködögésnek az aurája. Akkor itt az utolsó térben megint Péteri a szó. Ez hol készült? Ennek a története, vagy az ilyen háttértörténete az nagyon egyszerű. Magát ezt a gondolatot 81-ben csináltam egy méretpályázatra A4-es formában. A vintage-ban kint is volt egy darabig. És az egy ilyen két példányos, tehát egyet elküldtem, és egy maradt nekem, munka volt, A4-es, de ugyanez. Mármint, hogy A egyenlő A-val, és ki van vágva az A-betű, és az egyenlő önmagával, a lyuk egyenlő azzal, amit lett vágva. És egy ilyen rezidencián voltam Clevelandben, és 94-ben ezt megcsináltam ilyen részfarcformában. Technikailag ez csak azért izgalmas, tehát csak, az elég nagy szó, hogy itt a rézlemez nagyobb, mint a papír. Úgyhogy én ezt különösen elizgalmasban. Nagyon
Innen mondta János, hogy ez a kognitív nonsens, és hogy a többi műnél ez sem hangzott el, hogy János ezt nagyon hangsúlyozza mindig, hogy ugye attól, amikor sokszorosított grafikákat, amik mindegyik sorozaton belül, ugye attól függően, hogy mondjuk hány darabos, de mondjuk 6-8 darabos műveket látunk, a János állítja, és mondjuk ez abszolút igaz is, hogy minden mű más, mert ugye nem lehet ugyanúgy nyomni, ugyanúgy megkenni a lemezeket, hogy mindig valami differencia van, de hogy ez a mű meg azt mondja, ugye, hogy minden önmagával egyenlő. És hogyha mondjuk ezt a művet szembeállítjuk a többi művel, ami mondjuk ugye a sokszorosított grafikánál van, hogy ugye ugyanazok a művek ugyanabból a sorozatból nem lehetnek egyenlőek, úgyhogy itt is van egy ilyen ellentmondás. És ezen kívül még ez egy olyan mű, amiről szeretnék beszélni, ez a római számok, ami ugyancsak 2017-ben volt kint a Vienna Contemporain, a kisteremnek a standján. Ott egy ólom lemezekből, illetve fából kialakított installáció volt a római számok címmel, és ezek nagyjából egy időben készültek, de hogy megint az látható, hogy itt nem egymásnak tehát ugye nem mondható az, hogy annak az installációnak ez a vázlata, és ez is megerősíti azt a fajta feltételezést, hogy ugye ezek a művek teljesen különböznek egymástól, és még szeretnék megmutatni majd a Jánostól kértem, hogy hozzá, hogy van egy ilyen kis könyvecske, és akkor így a keretes szerkezet is működik abszolút, hogy az Óvó Szólet című kiállítással kezdtünk. Ez a mű is egyébként az Óvó Szólet kiállításon volt bemutatva, amihez csinálta János egy ilyen kis művész könyvecskét, ami ezeket a részkarcokat, vagy részkarcokat, igen. Ezek másnak nem szereplő részkarcok. Igen, másnak nem szereplő részkarcok, és ennek a könyvnek a háta, ennek a képnek ugye a közepe, úgyhogy... Hát ezzel kapcsolatban annyit mondanék, hogy ezt a részkarcot ez a könyvhöz csináltam. De most ez egy igazi részkarc, tehát itt akvatív. Igen. Tehát úgy jött a dolog, hogy mondtam, hogy a Beckerászon 80-ban bejelentettem, hogy beállott a Heidelbergi grafikai generálóra, akkor úgy gondoltam, hogy most tényleg illik grafikát csinálni. Akkor kitaláltam ezt a dolgot, mert ezt a technikát, tehát hogy kombinálni fogom, urortodox módon kombinálni fogom a szitát, a részfarcot és a dobornyomást. És hát abban az időben volt az Erdély Miklós betegségének az utolsó fázisa, ami hát drámai volt, csak olyan sem abban az értelemben, ahogy ezt úgy gondolja az ember, mert amikor hogy mondjam, magánál volt, akkor ugyanolyan, hogy ezek szórakoztató vagy érdekes volt, mint egyébként. De azért lehetett tudni, és ő is mondta, jelezte, hogy mennyire unalmas arra várni, hogy meghalljon. Halna már meg. És ez a helyzet, és ezek az élmények szülték tulajdonképpen bizonyos értelemben ezt az egész első sorozatot. Mert ez volt akkor, tehát tehát bejártunk oda a kórházba, meg hát volt, hogy nem volt kórházba, stb. Tehát hogy azért ez egy ilyen napi élmény volt, és hát ott az M betű, meg a főútvonal tábla, és a főútvonal tábla az másod is szerepel, az kapcsolódik össze, és ez a három lyuk, az egy három óraszámlapként a hájának az időpontját jelenti. Ez is egy ilyen vonatkozás kórházban, mondom, nem csak az ő esetében, de hasonló betegeknél, hogy ne kell nagyon zaklatni, a pizsamakabátot így fordítva tették rá, hogy könnyebben sem váltani. És a térde rettenetesen fájt, és a térde alatt egy párna volt, és a feleség a térkalácsán tartotta a kezét. Hát én poharat tettem a térkalácsára a törékenység, vagy a finomság miatt. És mi a két felirat? A két felirat az sűrgalom és tükör. És a harmadik?
a Matos Lovics alá? Gerlőszi Ferenc barátomnak akkoriban egy olyan lány volt a barátnőjének, az édesanyja orosz volt, és a Feri barátom úgy írta le a lakást, hogy a szamovárok számára csak a matrioskák és a katolikus órák száma túlja fölül. Meg hát úgy is ismerjük a matrioska babát. És szóval elgondolkodhatott, hogy tényleg miről szól a matrioska baba, mert a legtöbb ilyen nép, tehát egy ilyen kultúrán jellemző speciális tár, de akkor valami, nem tudom én, mélyebb üzenete a tekintetben, vagy a kultúra tekintetében. Még az ördög golyó, mint egy japán kézműves csoda, az valamiképpen a megfoghatatlanság volt, vagy sok mindennek a tekintetében tekinteni. És mondjuk, hogy mit jelkép ez a matrioska baba, hiszen annyira banális az, hogy a nagyobbba belefér a kisebb, és akkor még egy kisebb, és akkor a hagymát így szedjük szét, és mindig ott van valami, és akkor azt gondoltam, hogy tulajdonképpen ez semmi másról nem szól, egy matrioska baba, nyilvánvalóan bármi ráfestve, ez a halál a matrioska baba, valamiképpen, nem egy nyilván, vagy, és nyilván itt a múmia is, mint forma, befoglaló forma, mert annak is ez a csomagolás technikája, hogy a nagyobb, a kisebb és még kisebb, és tulajdonképpen ez arra vonatkozik. Akkor ne fejezzük be, bár gyönyörű volt, hogy születés szóval, de itt ennél, mert tulajdonképpen ez a kiállításnak a címadó. Igen. Hát, egyáltalán mi ez a nulladik év? Az miért lehet? Hát, egyrészt ugye filmtörténetből ismerjük, hogy a Rosalie-nek van egy filmje, Deutschland Indian Null, egy ilyen klasszikus film. 45 utáni német Lenon volt Németországban. Ez egy fajta ilyen jó értelmevett halt film. Tehát onnan ered ez a nulladik év. Én szerintem legelőször ott lehetett vele találkozni. Én úgy találkoztam, és az egész munka úgy született, hogy pont ebben az évben, 89-ben egy felkérést kaptam, hogy ugyanazon a színházrendezővel, dramaturggal és jelmeztervezővel csináljak négy különböző darabot, mint díszlettervező. A rendező a Csizmadia Tibor volt, a dramaturga Márton László, a jelmeztervező Békés Rozi, és nagyon jól dolgoztunk együtt. És az egyik legsikeresebb előadás egy Oldřich Dáněk nevezetű cseh szerzőnek a történet a nulladik évből, avagy 40 gonosztevő és egy darab ártatlanság című darabja volt. És egy nagyon jó előadás született, és az egész nagyon jól ment, mármint az előkészítés nagyon is lehetett tudni. Remek asszisztencia volt a Miskolci Nemzeti Színházban, még csináltunk három darabot más színházakban, mert akkor szabad foglalkozás volt. És akkor azt állta ki, vagy tudtuk ki, hogy akkor én is otthon vagyok ebben a litográfiában, meg járok le másszal litot csinálni, hogy akkor ugye dukál, hogy legyen valami premier ajándék. És akkor a premier közönsége a székén talált ebből egy nyomatot, ilyen nyomatot. Nem egészen ezt, mert ott még rendesen litográfiával föl volt írva, hogy Oldřich Dáněk, stb. Bemutató dátum. És akkor én csináltam magamnak külön példányokat, amiről ez a szöveg le lett szedve. És ez különösen azért érdekes, mert ugye egyrészt a papíroknak a legalja, a proletária kapit főszerepet a csomagoló papír, ráadásul ezt a nyomdai szituációban arra használják, hogy a gépet tisztítsák, és rajta is valamit lehet látni, egy nagyon szép sárga flek, amit egy ekkora litó körül nyomtak rá,
És kiderült, hogy ha erre rányomok, akkor ennek ez valamiképpen elkezd hozzátartozni, ez a véletlen sárga flag. És most, amikor itt választani kellett a fehér alapon levő, kvázi teljesen szokványos, tehát csomópapír helyett ez a megfelelő papír alapú munkák, és ezek között én úgy mondtam, hogy ez így, hogy egyszerűen nem tudom, hogy szebb, vagy ez a véletlen, mint annyi más esetben hozzárak a dologhoz. És hogyha úgyis ilyen, nem tudom én, ilyen többé-kevésbé filozófiai, stb. Kérdések vannak, akkor hát a véletlennel miért ne tegyük egy gesztust a véletlen felett. És hát akkor ez az, és nem láttam meg, hogy ez került ki. Akkor ezt tulajdonképpen így nézett ki a díszlet? Nem. A díszlet az zseniás volt, kérésre elmesélem, mert teljesen fantasztikusan jól működött. És maga a darab is jó volt. Ez a betlehemi gyermekgyilkosságok sztoriról, Heródás és egyebek. Nagyon jó darab. A díszlet az teljesen más volt. Az egy vesző vonat volt, ez egy nagy forgószínpad, egy igazi nagy forgószínpad. Azért érdekes, mert előtte Nyíregyházán dolgoztam, ugyanezzel a társággal, és ott az volt a feladat, hogy a Játék a kastélyban című darabot csináljuk meg. És az igazgató oda jött hozzám, hogy értsen meg, ez a szezon vége. Iszony sok veszteséget felhalmoztak. Azért tették a végére a Játék a kastélyban, hogy bejön a pénz. Én mondtam erről, hogy abszolút semmi probléma, zéro ambícióm, nem kívánom díszlettervező lenni, én ezzel a társággal dolgozom, nyugodtan váltson le, én szívesen elmegyek, semmi baj, nem leszünk haragba. De végül is kitáltam valamit arra, csak hát azért mondom, azért jött ez be, mert a Nyíregyházi Színház az tényleg zsebkendői színház. Tehát ott semmi... Volt. Hogyha az már nincs. Vagy átépített, nem tudom. Tehát, hogy az tényleg egy kirinyó hely, és ehhez képest Miskolcon egy nagyon jó technikai szakemberrel egy hatalmas forgószínpadon lehetett dolgozni, és akkor a forgószínpadra két, mondjuk egy emelet magas ilyen nádfonat került, amin belül volt egy lépcső, meg egy kis függöny, meg egy nyílás, és ebben a két nádfonat között volt egy hatalmas tepsi, bágó tepsi vízzel, ami szintén a tömeg szerepe volt. Ez egy komoly jó munka volt, és örömmel csináltam ezt, és ez ahhoz kötődik, és azért viseli ezt a címet. De és aztán Miskolcon van egy csomó ilyen mű emberek tulajdonában. Ezzel elgondolkodtam én is, mert ilyenkor ugye az a szomorú helyzet az ember, aztán nem megy ki az utcára. Azt látja, hogy a kukákban, és még ott szépenek ezek a dolgok. Hát elvileg igen, persze. Érdekes lenne, tehát azokat arról lehet felismerni, szépen ide van írva, aztán ide a feketével, hogy ez a cím. És egyébként ezt a címet egyszerre használtam, amikor a Vintage-ban csináltam egy kiállítást, és ott is azt hiszem, vagy volt egy munka, vagy az volt az egész kertesek. Nem, hogy az volt, hogy Fortinbrans a 0. évben.